Balatoni futár, Balatoni menedék, Balatoni örökség. Ennek a három könyvnek az úgynevezett Balaton trilógiának író-olvasó találkozóját tartották a könyvtárban. Személyesen az író Tóth Gábor Ákos mesélt az írás folyamatáról, fikcióról és valóságról, az írás mibellétéről. bellétéről. Semmilyen lelkesítő részletet nem tudtam felfedezni a Tihanyi Apátság Sablonos egyén kívül. A mostani trilógia az édesvízi mediterrán című öt kötetes, könnyed hangvételű regény sorozatnak az előzménye. A balatoni futár komolyabb hangvételű, történelmi családregény a dualizmus korában. A balatoni menedék már a II. világháború idején játszódik, míg a balatoni örökség a rendszerváltás után ér véget, ezzel mintegy 100 évet felölelve a történelemben. Ahogy az előzmény köteteknek, úgy a mostani trilógia író-olvasó találkozójának is nagy örömmel adott helyet a Keszthelyi Fejér György városi könyvtár. Amikor a mi látómezőnkbe került, akkor úgy gondoltuk, hogy egy Balaton parti településen egy ilyen vidám balatoni könyvet be kell mutatni, és mivel most ez a három trilógia, mint úgymond folytatásként vagy történetiségében előzményként megjelent, úgy gondoltuk, hogy akkor folytassuk és ezt a három kötetet is mutassuk be itt a Kesztei könyvtárban. A könyvek történelmi regények nem lexikonok. Tóth Gábor Ákos öt éve költözött Budapestről a Balatonhoz. Az író vallja, hogy ha valaki szórakoztató történelmi regényt ír, akkor úgy kell becsempésznie a történésekbe az ismereteket, hogy azok könnyen befogadhatóak legyenek, és ne vonják el a fókuszt a cselekményről. Tulajdonképpen a nagy helységek, tehát fületkezthely, Siófok, minden, mindenféleképpen, tehát történelmi események is ugye Általában ezeken a nagyobb helyeken zajlanak, de a, a fókusz az az egy kisebb helység, ugye? Tehát balaton szépe, és ennek a, ennek a fókuszából látjuk a, a, ezeknek a nagyobb helységeknek a, a hol, hol pesgő, hol egy kicsit visszafogottabb életét. Aki egyszerű ponyvára gondol, a regények alapján csalódni fog. Bár a szerelem megjelenik a kötetekben, de nem emberek, hanem a Balaton, mint táj és a természet szépsége iránt. A korrajzal kombinált családregényben felbukkannak a korok híres személyei, többek között Rejtőjenő, Márai Sándor és az utolsó részben Cseh Tamás is.